Aquaman. Jó, már megy a felvétel? Már. Jó, már megy a felvétel. Akkor lássuk az Aquaman-t. Gyuri már rég várta az Aquaman-t. Nicole Kidman. Queen Mother. Queen Mother. Ja, ő az anyuka? Igen, ő az anyja az Aquaman. Te szép, emberi apától és sellő anyától származik. Ez igen. Ez a szép gyerek. Kiskorában is csesztetnek. Mindig van egy ilyen lesz, akkor... Elég fura volt ez az üvegbetörés. De jó, mennyi fog. Tök jó. Szasolít egyébként egy kicsit a Momoára, nem? Ja, egyébként. Kifejtett akkor, nem? Rossz volt. A Khal Drogo. Milyen drogó? Khal. Na ez rohadt jól nézett ki. Igen, a testvére az nagyon jó lesz, ja. De azért az Amber Heard-et várom én a legjobban. Amber Heard-nek lángolt a fejlát. Nagyon jó volt, igen. Az egész teste is tűzben égett. Igen. Ez érthető, az ő esetében. Ennek nem volt piros haja amúgy az első rész, vagy a hát, Justice League-ben, ott barna vagy szürke barna. Volt. Nem tudom, de... Bevörösödött. Ez jó lesz. Ez igen. Ez rohadt jól néz ki. Na helyes, ezt akarom látni, Atlantiszt akarom látni. Igen, ez jó. Mutassanak belőle többet, mint Wakandából. Az élet bizalom gerjesztő. Hát Wakandából is lehetett. Ó, bárba is. Amúgy nekem ez a csávó nem tetszik. De ez egy jó színész. Jó színész, csak az arca. Eleve ezek hogy testvérek? Hogy néz ki ez a kettő együtt? Fél testvérek, csak az apa igények megváltoztatták a Jason Momoa. Na, ez jó. Ez mennyire CGI volt viszont. Ne, hogy benézett. Jó, erre majd visszamegyünk. Ne vicce, hogy nézett ki azt a szóval? Ez mondjuk jól, nagyon jól nézett. Csak nem volt egy benézése CGI. Ezek szép ezek a páncélok. Ez egy ki? Hát egy víz alatti faj. Na, ez ki? Ez nem tudom, hogy hívják ezt. Ez a Marvel Volvia. Vagy nem is tudom. Után kell ez a Black Mountain. Ah, az a neve Black Mountain. Ha, ez egy bad supervillain. De nagyon szánalmas sztoria van, legalábbis amit én olvastam korábban. És itt a Red Hat, látod, még ők is utaltak. És ez most mi? Csak így izé? Kis pulóverbe leszánkázunk így a levegőbe? Most itt nem kell ez. Na jó. Na jó. Oké, szóval Aquaman megkapta James Wan a rendezésnek a jogát, ugye most kipróbálta magát képregény filmben is. Ez az eredetileg horror rendező, aki most már azért az akcióban is tette egy kis kitérőt, ugye a Halálos Iramban, teljesen ellentéktelen számomra, de hát ott is volt ő már rendező. Mindegy, én szerintem ügyes lesz. És ez nagyon biztató ez a trailer, sok szempontból. Ja, marha jó, viszont helyenként tök szép a CGI, helyenként viszont elég fura számomra. Mármint az Amber Heard-re gondolsz. Nem csak őre gondolok, tehát mondjuk amikor ott a halak betörik a kis gyerek ja, Jason Momoa mögött. Ja, tűnik nagyon. Olyan fura, akkor az Amber Heard arca az olyan, mint a szarra lenne photoshopolva, nem tudom miért. Nem tudom. Lehet, hogy még nincs kész. Megpróbálták eltüntetni a mimikai ráncokat. Aha, szép. Nem azon lehet, hogy még a film trailernél nincsen teljesen kész az utómunka, és még majd dolgozunk. Na ne. Nem tudom. De mindesetre a végén a figura, az UFO fejű, az a Black Manta, uh-huh. A mantarája, aki egy ilyen szuper villain. Volt rajzfilmben is, igaz? Rajzfilmben nem láttam, csak képregény. Most utána olvastam nem még a Wikipédián, még a plotról. Igen. És ennek elég fura az előtörténet. Tehát többféle előtörténet van hozzá gyártva, de egyik sem olyan, hogy... Tehát mindegyik olyan, hogy én azt mondom rá, hogy most menjünk a francba. Nem tudom. Azt tudjuk, hogy egy 2011-es írást vesz alapul a film, tehát nem a előtörténet, illetve nem azt fogjuk látni, hogy hogyan nő föl teljes egészében az Aquamanból, csak jeleneteket látunk. A történet az azt járja körül, hogy hogy vív meg ő a féltestvérével a hatalomért, és hogyan tartja távol a háborút a földiekkel szembe, úgyhogy ez lesz a fő téma. Igen, viszont itt, tehát nem tudom, hogy ki, gondolom a cápások azok voltak a testvérének a csapata. Gondolom. És azt vágott, hogy a másik sereg csikó, óriási csikó halakon lovagolt? De óriási csikó, akik éppen szabadnaposok, mert azt tudjuk, hogy ott a férfi csikó halak vigyáznak a kis dedekre. Jó, de ez most nagyszerű. Mindent. Gondoltam, ezt egy kis biológiai utalással elhelyezem itt. Jó, mindegy, jó lesz, tehát hogy nem lesz olyan jó, mint a másik történet, amire én számítottam. Amikor már gyereke van az Aquamannek, na mindegy, uh-huh. Most nem megyünk bele, de minden bizodalmunkat belehelyezzük a DC-be. Hát, nézze, ne, én aki semmit nem várok a DC-től, igazából ebbe csak pozitívan csalódhatok szerintem. Tehát, hogy én úgy vagyok vele a Supermanek óta,
meg most a legutóbbi dolgok óta, hogy én tényleg én nem várok semmit sem ettől az egész gyártótól, úgyhogy igazából most, ha ez jó lesz, akkor annál jobb. Ennyi. Várjuk. Ti is várjátok velünk. Gyerünk, várjuk együtt. Sziasztok!